Krisna, kedves bakták! Egy kis rövid hírek, hogy hogy áll mostani központ Szombathelyen, mert nem sokára nyitás van, most akkor körbejárunk egy kicsit gyorsan. Akkor most mögöttem látjátok ott a bejárat, akkor ott másik irányba, ahova én nézek, ott van az udvar parkoló, és most megyünk az elejétől fölfele, és akkor onnan megnézzünk, hogy most hogy néz ki. Templom szoba már készen áll, oltáron kívül még itt lesz nagyon szép világítás, és lesz még kis rádisám, hogy a rádisám dombormű. Új szekrényet csináltatták. Ki van csiszolva, lakozva a parkéta, az a oltárnak a új lapja. Szépen le van burkolva, és itt a társolgó, ide fognak jönni a fiatalok, akár bakták, és itt le lehet ülni, beszélgetni, kapcsolatot építeni, teját inni, szóval nagyon szép változások vannak, és itt lesz egy kis ilyen, látjátok, tejázó részek is hűtővel. Jó, jóga stúdió az régóta kész van, az az első, ami kész volt. Szokták tartani jóga órákat, és most így lemegyünk itt a lépcsőn. Ki van festve, teljesen sötét volt minden, most is sötét van, de festék már világos. Jön a fények, nagyon jó. Igen, nagyon sötét volt, szépen ki van festve. Hát itt nagyon sok munka van. Bakták itt van, Kamali Nématagyi mai napig is itt van, dolgozik védőszemüvegben. Új pultot már rendeltek, szóval igazából ez egy nagyon, nem így nézett ki. Hogyha valaki megkeres a régi videókat, akkor ott lehetett látni, hogy teljesen máshogy néz ki. Igen, ez az étterem rész, itt lesz, akkor ott a pult lesz hátra. Itt mögöttem lehet látni, hogy főbejárati ajtó lesz a vendégek számára, és akkor elmegyünk konyhába. És itt látjunk, itt lesznek a tűzhelyek, csatlakoztatva tűzhelyek, meg a pizzasütők. Hűtő, mélyláda, mélyhűtőláda, minden van itt. Hát most így néz ki, így állunk, körülbelül két és fél hét múlva lenne a nyitás. Na akkor majd nézzük meg, hogy hogy állunk ezután, jó? Mert itt van még ilyen munkaeszköz, hogy lássunk utána majd a különbséget, hogy most így néz ki, és majd megnézzünk, hogy fog kinézni. Köszönjük szépen, Hare Krishna!